Szeretettel köszöntöm a zsúfolásig megtelt Polarisban az összes érdeklődőnket, fejlődőnket, taktársunkat, rokonunkat és üzletfelünket. Magyarországon még nem volt ilyen amatőr napésztelős találkozó, mint ami most itt elkezdődik, illetve volt egy 30 év, mindössze az a 30 évvel ezelőtt a napmegfigyelések tanfolyama, amit még Vértes Ernő szervezett 1981-ben, a Veszprémben még. A mai napnak az ötletgazdája Molnár Péter volt, a MCE új titkára, Polaris egyik jeles és szorgalmas bemutatója és napésztelője. Nagyon örülök, hogy ilyen sok napésztelés iránt érdeklődő összejött. Kint már láthattátok, hogy milyen műszerekkel vagytok felvértezve. Akit érdekel, a Polaris kupolájába is bemehet, hogy milyen műszerrel vagyunk mi felvértezve. A szünetekben majd lesz rá lehetőség, hogy távcsövezzünk. Most viszont kezdődik a napi program. Át is adom a szót Molnár Péternek, az ötletgazdának és a levezetőnek, aki majd átadja a szót Barta Lajosnak. Sziasztok! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és miután 3 perc késéssel indítunk, szerintem nem is kéne tovább húzni sokáig az időt, úgyhogy szeretném megkérni Lajos bácsit, hogy a napészlelések történetéről az elmúlt másfél évszázadról adjon elő nekünk. Kedves barátaim és mondjuk aktív munkatársaim! Először is egy nagy bocsánat kéréssel kell kezdenem mind a jelenlevőktől, mind a hallgatóktól, akik messziről figyelnek, és Molnár Péter kedves barátomtól is. Tudnélik, én a címbe becsaptam mindenkit, mert nem a másfél évszázadról fog beszélni, hanem csak a magyarországi napmegfigyelés hőskoráról. Ennek az egyik oka az, hogy egy nagyon furcsa dolog, hogy Magyarországon azért mi időnként büszkélkedhetünk külföld felé is, idegen nyelven is, a magyarországi csillagászatnak az utóbbi mondjuk tényleg másfél évszázados eredményeivel. Büszkélkedünk is, megjelennek idegen nyelvű cikkek is rólunk, a változó csillag megfigyelésekről, ugye még Detre volt az elindító, Kulinnak a rövid időtartamú, de aktív kisbolygó észleléseiről, amit azután most az elmúlt évtizedekben az ifjú nemzedék sokszoros eredménnyel folytatott. A NOVA, szupernova, változott csillag megfigyelésekről. Szóval ezeknek nagy híre van amatőrkörökben is, és külföldi szakkörökben is. Méltó híre van. De valahogy kimaradt a dicsekvésünkből, a büszkélkedésünkből a magyarországi napmegfigyelésnek a múltja. Valahogy erről senki nem beszél. Én azt hiszem, a jelenlévők közül többen is voltak már például a Schwab-hegyi akadémiai csillagvizsgálóba, de szeretném megkérdezni, hogy hányan voltak a debreceni napfizikai obszervatóriumba. Hát ez nem túlságosan sok, köszönöm szépen. Nem túlságosan sok. Pedig hát, ha nem tudnák, a Debreceni Napfizikai Obszervatórium az egyike a napkutatás világközpontjainak, az egyik szekció világközpontjának. Éppen ezért elkezdtem írni a mai előadásom szövegét, és menet közben rájöttem, hogy én bizony alaposan túlméreteztem magamat, mert körülbelül a modern magyarországi napkutatás első szakasza az 1870-es évektől a első világháború végéig. Ez fér bele részletesen. Talán erről is tudnak a legkevesebbet, úgyhogy én most erről beszélnék, és aztán a mai helyzetnek az előzményeiről és mai helyzettől kicsit később. Annál is inkább, miután ehhez nekem majd meg kell kérni Iskun Jóska barátomnak a támogatását, aki hosszú ideig volt az amatőr napészeléseknek a magyarországi mestere. Egyszerűen elnézést kell kérnem, hogy most csak mindössze szűk 50-60 évet tudok átfogni, és azt is egy kis bevezetéssel kell kezdenem, mert hiszen a napkutatás múltjából is elég kevés tény ismeretes. Annál is inkább aktuális ez, és ezért a Molnár Péternek gratulálnom kell a ötletért. Tudnélik,
azt is elmondhatjuk, hogy idén van kerek évfordulója, hogy a távcsöves napmegfigyelés megkezdődött. Pontosabban a távcsöves napmegfigyelés már 1610-ben megkezdődött, de az első nyomtatott és írásbeli beszámolók 1611-ben láttak napvilágot, tehát szép kerek évfordulónk van, amiről úgy valahogy nagyon megfeledkeztünk. Nem csak mi, mások is. 1610-től a körülbelül egy éven keresztül ugye négy csillagász, egymástól, nem is csillagász, négy természetvizsgáló egymástól függetlenül felfedezte távcsővel a nap foltjait. Az első sorrendben egyébként a hollandiai frízföldi Fabricius Johannes, a második az angol John Heriot, a harmadik a német Christopher Scheiner, és a negyedik Pádovába Galileo Galilei volt. Azt egymásról nem tudtak, de viszont minden, a felfedezésnek a elsőbsége körül azután keserű viták támadtak, pláne a vérmes Galilei révén, aki mindent magának követelt. Ezek a viták olyan vérmesek és hevesek voltak, hogy a mai napig is eltartanak. Hát ez az olaszoknak Galilei, a németeknek Scheiner. Valójában időrendben Scheiner a elsőbség. A Scheiner azután 20 éves munkával olyan gondosan és alaposan megfigyelte a napot, szinte csodálni kell, hogy a kis szemüveglencsés távcsöveivel mennyi eredményt ért el, hogy azzal körülbelül másfél évszázadra gyakorlatilag minden felfedezhetőt felfedezett a napon. Tulajdonképpen Scheiner után másfél évszázadig nem nagyon volt újdonság, mit hozzátenni újdonságként a nap ismeretéhez. Csak a 18. század végén kezdtek fel, ennek egyébként ez olyan hatással is volt, hogy valahogy az 1600-as évek közepétől a nap megfigyelése, távcsöves megfigyelése az szinte kimaradt. Hát ennek persze azért volt egy oka is, a másik oka is tűnik, akkor következett be a Maunder minimum, amikor hosszú idők keresztül a napon egyetlen folt se látható. Hát ez a kép itt Scheinernek az egyik naprajzát mutatja be a 1630-ban megjelent könyvébe. Itt napfoltoknak az átvonulását a napkorongon örökíti meg filmszerűen egy rajzon. Na most, ha megnézzük, ez a naptevékenység, a napfolt számok változásának a görbéje, látható, hogy itt 1650 után leesik a napfoltok száma, és majd csak 1720-as években kezd megint jelentkezni. Ebbe az időszakban elmúltak hónapok, sőt évek is, anélkül, hogy egy fia napfoltot lehetett volna látni. Hát ez a híres Maunder minimum. Tehát a csillagászok már csak azért figyelték a napot, mert nem volt mit rajta megfigyelni. Aztán a 1700-as években kezdték megint elővenni, de nem nagyon nagy gondot fordítottak rá, bár például a Dán Peder Horebo, aki nekünk magyaroknak is nevezetes ember, tudnék Peder Horebóról nevezték el, illetve az apjáról, Christopherről nevezték el azt a földrajzi szélességmérési módszert, amit Helmicsa talált ki. Hát ez már egy ilyen tipikus magyar sors, hogy mi kitaláljuk, aztán más zsebre vágja. Aztán John Herschelnek is feltűnt az, hogy a napfoltoknak a száma hullámzik, időről időre több, kevesebb látszik. Úgy próbálgattak ők felfedezni valami szabályosságot, de akkor nem sikerült. Különösebben, úgyhogy sok hosszú időn keresztül nem nagyon ismerték fel a napfoltok váltakozásában, megjelenésében, eltűnésében a periódikusságot. Azt, hogy a napfoltok száma, és aztán kiderült, hogy egy más napjelenségeknek a száma, kiterjedése, erőssége szabályos hullámzást mutat, egy amatőr csillagász, a dessaui Heinrich Schwabe mutatta ki elsőnek, aki hihetetlen szorgalommal
figyelte eleinte egy kis 5 centis távcsővel, ez a kis távcsövesek egy biztatás is lehet, egy kis 5 centis távcsővel kezdte figyelni a napot, aztán később szerzett már nagyobbat is magának. Schwabe 1826-tól kezdve 20 éven át szorgosan jegyezgette a napfoltok számát, holott ő kezdetben nem is a napfoltokat akarta egyébként megfigyelni, hanem más céljai voltak. De aztán a napfoltokat kezdte számolni, és 17 éves sorozatból kimutatta, hogy a napfoltok számában van egy körülbelül 10-11 éves periodicitás. Érdekes természetesen, és talán egy kicsit a csillagászoknak az akkori más irányú érdeklődését és némi sznobizmusát is mutatja, hogy a Maundernek az első cikke, Schwabinek az első cikke, az alig keltett feltűnést a szakmai körökben. Hát ugye egy amatőrnek a vacakolását nem nagyon figyeltek rá. Egészen addig, míg a világhírű Alexander von Humboldt a híres könyvében, a Kozmoszban ezt közzé nem tette, és a Humboldtnak a hírneve már meglódította Schwabénak is a hírét. Különösen azután, hogy kiderült, hogy kimutatták, hogy például a Föld mágnességében, a Föld elektromosságában, a sarki fények gyakoriságában szintén van 10-11 éves periódus, és azután néhány buzgó geofizikus csillagász, például Mamont, Sabin, Gautier, Fritz, ezek mind a 19. század közepén ügyködtek, kimutatták, hogy ezeknek a földi jelenségeknek a erőssége, száma, ingadozása a napfoltok változásával párhuzamos. Tulajdonképpen ez volt az első bizonyíték arra, hogy a Földet kozmikus, nem vagyunk egy elszigetelt bolygó, kozmikus hatások is érik. Na, ekkor indult meg azután a nap megfigyelése rendszeresen. A másik nagy lökés a nap megfigyelésnek a spektroszkópia adta, de színképelemzés olyan részleteket és olyan sajátságokat tudott megmutatni a napon, ugye, amit korábban nem is sejtettek, tulajdonképpen azóta ismerjük a nap fizikáját. És különösen fontos volt az 1868-as év, amikor szép nevű Pierre-Jules César Janssen, a francia és az angol Sir Norman Lockyer, aki egyébként a szőri címét a csillagászati érdemeért kapta, Sir Norman Lockyer, ki nem dolgozta a protuberancia spektroszkópot. A protuberanciákat addig a napon csak a fogyatkozásoknak a néhány perce alatt lehetett látni. Hát az ő általuk kidolgozott protuberancia spektroszkóppal már folyamatosan lehetett megfigyelni. Ez volt az első lépés a nap komplex megfigyelésére, tehát az összfényben, integrált fényben nem észlelhető jelenségeknek a rendszeres megfigyelésére is, amelynek a következő lépését az amerikai George Ellery Hale és a tőle függetlenül a francia Delandé adta meg. Ja, itt van. Na, és a Hale ugye kidolgozta a spektroheliográf, és aztán a spektrohelioszkóp, azután a spektroheliográfnak a elvét meg is valósította. Gyakorlatilag ezek a műszerek a mai napig is használatban vannak, és ezzel vált tulajdonképpen nem csak folyamatosan figyelhető és kényelmesen figyelhető a napszámos jelensége, elsősorban a protuberanciák, napkitörések, hanem meg is lehetett már örökíteni fényképeken. A nap megfigyelésének, rendszeres kutatásának azután az apostola, az tulajdonképpen egy svájci csillagász, Rudolf Wolf volt, abban az időben egyébként három Wolf nevű csillagász is ügykölt a világon. Hát ez a svájci Rudolf Wolf volt. Wolf volt az, aki
1845-ben megkezdte a napfoltoknak a figyelését és számlálását, és a napfoltok számának a kifejezésére a máig használt Wolf-féle relatív számot dolgozta ki, ami nagyon egyszerű volt, és nem kellett hozzá speciális berendezés. Wolf azután a zürichi csillagvizsgálóval megszervezte a napfolt adatok gyűjtésének a nemzetközi központját. 1850-es évektől kezdve a világ csillagászait fölkérte, hogy küldjék be a napfolt észleléseiket, és ekkor vált a zürichi csillagvizsgáló, a zürichi svájci szövetségi csillagvizsgáló a napkutatásnak az egyik fellegvárára. 1864-től 1980-ig a napfolt észleléseknek a gyűjtőhelye, és hát a korrekcióknak, a összegezéseknek, és a napi napfoltszámok meghatározásának az a Zürichben történt. Wolf azután a követője, Wolfer, ez csak névrokonság, szóval Wolf ugye farkas, Wolfer az a farkasfogó, és a modern időkben a Kippenhauer német csillagász volt ennek a legfőbb irányítója. A Hale is azután belekapcsolódott ő George Ellery Hale, milliómos csemete, aki a papa millióit csillagászatra költötte, sőt, az összes amerikai milliómost megpumpolta, hogy felépítsék a világ legnagyobb távcsöveit. Szabályosan megpumpolta, elment a különböző bálokra, estélyekre, és ott odalépett egy milliómoshoz, a nézd öreg, én adtam már 2 milliót, adjál te is egy keveset. Hát volt, aki adott, volt, aki nem, de inkább adtak. Akkor az státus szimbólum volt, hogy hol van a világon nagyobb csillagvizsgáló. Hale azután 1904-ben megszervezte a Nemzetközi Napbizottságot, a Comité Solaire Internationalt, ami abban az időben, amikor ő ezt megszervezte, akkor már magyar csillagászoknak olyan hírneve volt, hogy a Nemzetközi Napbizottságnak a tagjaként a Konkoli Zege Miklóst is felkérték, beválasztották. Tulajdonképpen Jensen, majd Hale-nek a munkássága azért is jelentős, mert velük kezdődik a monokromatikus nap megfigyelés. Ez egy nagyon szép idegen kifejezés. Magyarul ez azt jelenti, hogy egy színbe figyeljük a napot, tehát egy adott a színkép egy adott hullámhosszúságú sugárzásán, nem az összes fehérfényben, hanem például a hidrogén alfa vörös fényében, vagy a hidrogén béta kék fényében figyeljük a napot, és természetesen ezzel speciálisan mondjuk a napnak a főleg hidrogén sugárzó, vagy kalciumfényben főleg kalciumot sugárzó fényét, jelenségeit lehet észlelni. Hale egyébként 1891-ben építette meg a máig is használható spektroheliszkóp típust, aki egyébként látni akar egy ős spektroheliszkóp példányt, az menjen el Ógyallára, amit ma valami ismeretlen okból Hurmanovónak hívnak, és ott láthat még egy működőképes Hale típusú spektroheliszkópot, amit a cseh kormány kapott az amerikaiaktól ajándékba. Valószínűleg Ógyallának a megszállása elismeréseként. A spektroheliszkóp problémába azonban mi magyarok is beleszólhatunk egy kicsit, bár tulajdonképpen a feltaláló nem magyar volt, hanem egy Magyarországon dolgozó német csillagász, Karl Braun, a Kalocsai Hajnad Obszervatórium berendező csillagásza. Őt hívta meg Hajnald bíboros érsek az 1877-78-ban felépített Hajnald Obszervatórium első igazgatójával, ő is rendezte be a csillagvizsgálót. Braun nem annyira csillagász volt, mint inkább műszer szerkesztő, minden műszert. Konkoli azt írja róla, hogy ő, neki semmilyen műszer nem volt, ő minden műszert
tökéletesíteni akart, hát tökéletesített is, olyannyira, hogy tulajdonképpen a spektrohelioszkópot, az egy színben működő napészlelő műszert, azt 17 évvel Hill előtt már kitalálta, közé is tette nyomtatásba, és azután 1886-ban a kalocsai csillagvizsgáló munkásságáról szóló német nyelvű, tehát idegen nyelvű kiadványba is részletesen leírta. Ezt maga Hill is elismeri, hogy ő tudott erről a műszerről. Tehát a spektroheloszkópnak az igazi feltalálója az a német-magyar Karl Braun páter, jezsuita páter volt egyébként. Volt is egy kis vitájuk Hillel, de tulajdonképpen Hill elismerte, hogy valóban az ötlet az Brauntól származik. Az volt a pese szegény Braunnak, hogy olyan finom, precíz kidolgozást igényel az ő spektroheloszkópja, hogy Magyarországon nem volt olyan mechanikai és optikai műhely, amely ennek a technikai kivitelezésére vállalkozott volna. Sőt, így visszamenőleg ma már azt is állíthatjuk, hogy Németországban se volt. Talán 20 évvel később a Zeiss művek vállalta volna. De amikor ő ezt először tervrajzban közölte, akkor nem volt olyan műhely. Tehát gyakorlatilag egy kicsit itt már beleléptünk mi is a nemzetközi életbe. De az igazi magyar részvétel az tulajdonképpen 1871-ben az Ógyalai Csillagvizsgáló alapításával kezdődik. Éppen ezért én visszaugrom időbe egy kicsit még. Tudnélik azért szórványosan, ha nem is észlelések, de napnézegetésekről korábban is van már följegyzésünk. Az első magyar naplesők, én már csak ilyen, mert mondom, én észlelésnek azt nevezem, ami céltudatosan és folyamatosan és egy rendszerességgel történik. Ha az ember csak úgy nézeget, hát ugye az nézegetés, én naplesőnek nevezem ezeket a nézegetőket. Az első magyar feljegyzés az egy bizonyos Bethlen Miklós nevű erdélyi, akkor Európát beutazó diáktól származik, ez a Bethlen Miklós, vagy Bethlen Mihály, bocsánat. Ez a Bethlen Mihály, ez attól függetlenül, hogy később alkoholizmusba hunyt el. A híres Bethlen Miklós erdélyi kancellárnak volt a fia, és a papának megvolt a módja, hogy 4 éven keresztül Európába egy okos kísérő társaságába utaztassa a fiát. Hát ez a Bethlen Mihály aztán úgy nagyon érdekes abban a korban, ők egyszerűen csak úgy bekopogtak a híres emberekhez, elbeszélgettek velük, például meglátogatták az Olaf Frömert, meglátogatták a Christian Huygens-t, megnézték a távcsöveit, elcsodálkoztak, megdicsérték, de olyan természetes volt, hogy ki a híres ember, hát akkor oda megyek, köszönök, bemutatkozom, és megkérem, hogy mondja el a ötleteit. Így kerültek azután 1694-ben Angliába, és meglátogatták az akkor nemrégiben alapított Greenwichi királyi obszervatóriumot is, amiről is Bethlen Mihály a következőt írja a naplójába. 6. április. Megyünk a Greenwichi obszervatóriumba, amelyet építetett II. Károly királytól anno 1676, pontosan tudta. Ez igen jeles obszervatórium, szép prospektusú, az azt jelenti, hogy kinézésű. Benne vadnak szép mesterséges nagy órák, perspektívák, az távcső, melyeknek egyikén a napot néztük. Ittem kvadránsok, kikhez hasonlót még eddig nem láttam. Tehát ez egy nagyon érdekes bizonyíték annak, hogy bár a modern minimumnak a közepébe vagyunk, azért a Greenwichi csillagvizsgálóban csak megnézegette a Flamsteed a napot. Bethlen Mihálynak ez a tanúságtétel azért érdekes, mert ez a napló ez régóta ismeretes volt. Ezzel szemben a John Flamsteednek, akit meglátogattak Greenwichbe, annak a napészlelései csak körülbelül 20 évvel ezelőtt kerültek nyilvánosságra. Tehát Bethlen már korábban igazolta, hogy igen, az angolok észlelték a napot. Ebből az időszakból még egy napészlelés van, ami megint csak nem Magyarországon történt,
de magyar kötődésű személy nevéhez fűződik. Ez a személy Luigi Ferdinando Marsilli tábornok, aki a török hódoltság alóli felszabadításunknak egyik hőse, ezért azután a később a osztrák kormány lefokozta és száműzte Ausztriából, hát ugye hősöknek ez jár, és ő tulajdonképpen Magyarország első modern föltérképezője, de csillagászati megfigyeléseket is végzett. Többek között, hát sajnos nem nálunk, hanem Bécsből, 1697. november 3-án megfigyelte a Merkur átvonulását a nap előtt, és ezt az észlelését azután gyönyörű rézmetszetű táblán a Danubius Pannonicus Misicus című hatkötetes munkájának az első kötetébe közzétette. Na most, ha az ember megint a láb, akkor lát egy szép rajzot is mellette, a napkorongját, be van húzva, hogy hogy megy át a korong előtt a Merkur, és a korongnak a bal felső részén, tehát az észak-keleti részén látható egy szép, hosszú, elnyújtott fekete folt. Tehát akkor 1690. november 3-án volt egy szem napfolt a nap előtt. Érdekes, hogy a napfolt észlelések rekonstruálói nem tudtak erről az észlelésről, erről én hívtam fel a figyelmet, vagy 30 éve. A következő évtizedekben azután nem nagyon van. Kiépülnek a magyar csillagvizsgálók, és ezzel párhuzamosan rohamosan csökken a napészlelések száma. Más fontos problémák voltak. Tulajdonképpen még egy dolog érdemes említésre. A Hel Miksa, ugye a bécsi egyetemi csillagvizsgáló, magyar származású igazgatója, 1793-ra szóló bécsi évkönyvben közölt egy poszthumusz cikket, ő akkor már nem élt, egy éve meghalt, közölt egy poszthumusz cikket, amelynek az a címe, hogy a nap foltjairól, és ez tulajdonképpen William Herschel napfolt elméletének a kritikája, és megfigyel, sok érdekes dolgot ír egyébként, meg hát sok naivitást is. A következő évekből azután már csak napfogyatkozás megfigyelésekről van szó, tehát közvetlen napmegfigyelésekről nem. A napfogyatkozás megfigyelés érdekes, hogy Magyarországon a 19. század elején volt néhány aktív csillagvizsgáló, a Gellért-hegyi elsősorban, ami egészen modern volt akkoriban, azután Egerben, Gyulafehérváron, Kolozsvárot is volt csillagvizsgáló. A napfogyatkozás megfigyelésekről nem sok adatunk van, inkább laikusok jegyezték fel még az 1842. július 8-ai teljes napfogyatkozást. Hát itt elsősorban ugye a jelenségeket, az égbolt elszíneződését, az árnyéknak a mozgását jegyezték fel, de például Splényi Béla, aki egyébként bányamérnök volt, de minden érdekelte, a következőt írja a feljegyzéseibe. A fogyatkozás alatt, bár majdnem teljes 6 percig volt a nap teljesen elsötétedve, a hold körül a napnak fénykoszorúja, a máig sem teljesen megfejtett korona, korona volt, a hold sem volt abszolút elsötétedve. Splény az első magyar szerző, aki magyarul próbálja megnevezni a koronát, és koszorúnak nevezi, hát nem is rossz elnevezés, de egyáltalán ő az első magyar, aki magyar nyelven ír a napkoronáról. Ismeretterjesztő cikkekben latinul, németül már írtak, de magyarul ez az első említése a koronának. Egy másik ügybuzgó amatőr, az odaegerszegi Hetyei János, pedig azt érezte föl, hogy kiömlést lehetett látni a napon, ami magyarul protuberanciát jelent. Hát ez se egy rossz elnevezés, bár kicsit furva volna, hogyha most kiömlés megfigyelő távcsöveket mutatnánk be a teraszon. A tudományos napmegfigyeléseknek a kezdete azonban összeesik a nemzetközi tudományos rendszeres napmegfigyeléseknek a felvirágzásával a 19. század
második felével. Az első, aki Magyarországon modern elvek szerint, modern műszerekkel megkezdte a megfigyelést, az Konkoli Tege Miklós volt, akiről tudjuk, hogy 1871-ben Ógyallai parkjában csillagvizsgálat épített. Na, ezek egyébként Konkolinak a műszertervei, itt azonban azért mutatom csak be, mert ezek már a modern nap megfigyelés eszközei, amelyeket Konkoli tervezett később, de már mondjuk a Wolféknak a korában is ismert volt. A jobb oldali egy napfényképező berendezésnek a okulár vége, pontosabban a fotókamera vége, a bal oldali pedig egy kis protuberancia spektroszkóp, amit Konkoli tervezett és épített meg. Hát látjuk, hogy tele van tömve prizmákkal a jobb oldalt, 2x3 erős szórású prizma van benne, hogy minél szélesebb napszínképet kapjon, és abban a hidrogén alfa vonal minél szélesebben látszódjon. Ezeknek az a nevezetesség, hogy a mai napig ez, és ennek az előzménye egy másik Konkoli protuberancia spektroszkóp, mindmáig a világ legkönnyebb ilyen jellegű műszerei. Ez valami 80 deka volt, különben ma is látható Debrecenben, gondosan őrzik. Az elődjének, ami kevésbé sikerült konstrukció volt, az a híressége, hogy Konkoli megmutatta a tervezetet a Zeiss gyáriaknak, mire a Zeiss gyár azonnal lemásolta, lekoppintotta. Kicsit balul sikerült a koppintás, mert itt nem volt a Konkolik, és nem mindenhez értettek jól, de olyan, mégis annyira jól sikerült a Konkoli műszerrel készült utánzat, más Zeiss utánzat, hogy az 1950-es Zeiss csillagászati árjegyzékbe még mindig árusítják. Tehát büszkék lehetünk rá, hogy a Konkoli Tege Miklós olyan protuberanciás spektroszkópot tervezett, amit nem csak lemásoltak azonnal a Zeisszék, hanem, ha jól számolom, hát igen, 45 évig gyártották is. Ez főleg amatőrök számára volt sokáig használatos. Konkoli 1871-ben kezdte építeni a csillagvizsgálatot, és hamarosan arra a következtetésre jutott, hogy hát neki ott érdemes, rendszeres tudományos megfigyeléseket végezni. Át is költöztette az obszervatóriumát a kúriájának a tetejéről a parkban álló kis régi épületre, amit kiépített csillagvizsgálat. Hát ez az ősi állapota a Ógyalai csillagvizsgálónak. Azért mutatom be ezt a képet, mert ez kevésbé is, mert mindenki csak a mai modern, gyönyörű, szépen kiépített obszervatőrmi épületet ismeri. Hát így nézett ki kezdetben. A baloldali kupolában volt egy 26 cm-es tükrös távcső, a jobb oldali kupolában volt a mindenes távcső, amit napmegfigyelésre is használt. Nem tudjuk, hogy Konkoli európai tanulmányútja során találkozott-e Rudolf Wolffal, de tény, hogy Rudolf Wolffnak a módszere szerint kezdte 1871-ben figyelni a napot, 1872-ben figyelni a napot, kivetítéssel, tehát a távcső okulárja mögé egy tartót szerelt, amire papírlapot lehetett helyezni. Ennek a papírlapnak az átmérője az 11 cm volt. Itt sok napmegfigyelő, hát sok több napmegfigyelő megkérdezte tőlem, hogy miért pont 11 cm-es korongot, pontosabban 109 mm-es korongot használnak. Hát ennek inkább érzelmi oka van. Tudnélik, hogy a Föld 109-szer kisebb, mint a Nap, vagy a Nap 109-szer nagyobb, mint a Föld. Tehát, hogyha 109 mm-es korongra vetitek, akkor 1 mm éppen egy Föld átmérőnek felel meg. Hát ez nagyon gyenge kép, ez a szkennelés egyébként nem az én művem, hanem a debreceni napmegfigyelő ki, akik az összes Konkoli észlelést, illetve 1891 terjedő észlelést beszkennelték, de talán ki lehet venni egy korong, és akkor rajta fekete pöttyök. 1872. május 16, ez az első nemzetközileg is forgalomba kerülő Konkoli féle naprajz. Konkoli azután később már előre nyomtatott és szebb sablonokat használt.
Hát ez volt azután a Konkoli, az Ógyalai csillagvizsgálónak a napészlelő sablonja. Az észleléseknek a célja kezdetben egy komplex nap megfigyelés volt, majd itt mutatok is egy képet, tehát nem csak a napfoltokat rajzolta le, hanem a protuberanciákat is észlelte. De ezzel hamarosan fel, és azt akkor néha oda is rajzolta a napkoromnak a peremére, de hát ez annyira macerás volt és órákba telt, hogy felhagyott vele. Miután Konkoli aztán sokat utazott, és hát olyankor nem tudott otthon napot észlelni, később a segédcsillagászai asszisztensei végezték az észleléseket. Végül azután 1890-es évektől a hihetetlen szorgalmú Farkas Ede, aki a meteorológiai obszervatóriumnak volt tulajdonképpen az alkalmazottja, ő vette át, és haláláig 1902-ig nagy szorgalommal készítette a pontos naprajzokat. Hát ez egy Farkas Edeféle rajz 1891-ből. A Konkoli féle ógyalai napészleléseknek a kezdetben csak a napfoltok pozíciómérése volt a célja, a napkorongon elfoglalt helyzetüket határozta meg. Azután, ahogy a rajzok pontosabbá váltak, szépen kiméregette a napfoltoknak a területét egy ilyen raszteres milliméter hálóval, és akkor már minden észlelés után megadta, hogy az egyes foltcsoportokba a napfoltok mekkora területet foglalnak el. És végül a Wolféknak a biztatására a napfolt relatív számokat is, tehát azt a bizonyos 10G plusz F formulával számolt relatív számokat is feljegyezte. A megfigyeléshez eleinte egy 4 hüvelyk 11 cm átmérő távcsövet használt, azután ezt fölcserélte egy 3 hüvelykes speciális naptávcsővel. Itt ennél a távcsőnél annak a kiküszöbölésére, hogy a zárt csőbe fölmelegedő levegő áramlása, kavargása ne rontsa a képet, egy teljesen nyitott csővázat használt, tehát 4 vagy 6 rúd tartotta az objektív foglalatot, és a másik végén a okulárfejet, és maga a cső, nem volt cső, hanem egy teljesen nyitott váz volt. Ezt sokáig használta, azután felismerte azt, hogy le is írja, hogy hát bizony egy kicsit úgy látszott, hogy jobb a kép, de aztán kiderült, hogy ha kint jó a levegő állapota, akkor a napkép is jó, ha kint rossz a levegő állapota, akkor a napkép is rossz. Tehát a vászszerkezet csúnya volt, instabil volt, de nem használt semmit. Konkoli egyébként szeretett mindent kipróbálni. Amikor hírét vette annak, hogy a napmegfigyelés egyik nagy öregje, Páter Angelo Secchi, vatikáni csillagász, az annak az érdekében, hogy kizárják a kupolából a zavaró fényeket, hogy a nap besüt a kupolába, tehát a kivetített napkép az gyengébben látszik, hát ennek a kiküszöbölésére az egész kupolát bevonta fekete bársonnyal, és magát a kupola rést is teljesen bezárta, csak egy akkora nyílást hagyott, amekkora a nap besüthetett. Most ettől a nyílástól a távcsőig egy cső alakú vászonzsák vezetett. Tehát a kupolába semmi napfény nem hatolt bele, mert még a résen besütő napot is körülvette egy ilyen zárt, porszívózsák-szerű valami. Hát Konkoli is kipróbálta egy kicsit primitívebben, és azt írta, hogy ő bársonyra nem tellett már neki, ő csak fekete vászonnal vonta be. Ami meleg volt, büdös volt, kényelmetlen volt, azon kívül mindig kellett egy vagy két ember, aki azt a bizonyos kupola rés előtti lukat, napészelő lukat föllemozgatja, míg ő rajzol. Úgyhogy a végén az egészet ledobta, és attól kezdve sokkal kényelmesebbé vált a napészlelésnek pontosabbá. De minden esetre ő mindent megpróbált, hogy minél tökéletesebb észleléseket végezzen. Ezeket az észleléseket azután 1884-től egy 11 centis távcsővel folytatta, amely
távcső egyébként tudomásom szerint mai napig is. Megvan, ez lett aztán a standard műszere. Mondom, a megfigyeléseket később zömmel már az asszisztensei végezték, méghozzá nem is egy ember, csak Farkas Ede után, belépése után vált ez szokása, hogy azt mind ő csinálja. Ez bizonyos fokig a homogenitását rontja az észleléseknek. Konkori 1872-ben kezdte a nap megfigyeléseket, és ezeket szorgosan küldte ki Svájcba. Az utolsó észlelés, amit Svájcba földolgoztak, az 1917-ből, tehát már az első világháborúból. Hát Konkori ekkor már nem élt, de, és a csillagvizsgálom már állami kezelésben volt. De tudjuk, hogy amikor a csehszlovák állam átvette Ugyallát 1919-ben, névleg pedig 1920-ban, akkor egy darabig ott is, onnan is küldték még Zürichbe a nap megfigyeléseket. Érdekes módon ezeket, 1925-ig, érdekes módon azonban ezeket a megfigyeléseket a zürichiek nem dolgozták fel, nem tudom miért. Mindenesetre Konkoliék szorgalmára jellemző, hogy 1872-től 1891 végéig, tehát gyakorlatilag két évtized alatt 2447 naprajzot készítettek. Ezen kívül még Konkoli a nagyobb napfoltokat okuláron át is megfigyelte és lerajzolta. Ja igen, ez a ógyallai rajz. Ja, bocsánat, rosszat. Elnézést, itt valami nem stimmel. Ügyetlen voltam. Nem baj, majd visszakapcsolunk. Nem kapcsolunk vissza. Majd előjön. Tehát egyedi rajzokat is készített a napfoltokról, amiket magyar nyelven a Magyar Tudományos Akadémiának, harmadik osztályának a értesítőjébe, az értekezések a matematikai tudományok körébe közölt. Közölte egészen 1884-ig, amikor az a kicsit visszataszító eset történt, hogy Konkoli és Gotthard az akadémia folyosóján beszélgettek, amikor odalépett hozzájuk egy híres magyar fizikus, és rájuk, nekik szögezte, hogy miért publikálnak az urak annyit, publikáljanak kevesebbet, ne töltsék meg az akadémiai közlönyt. Ez a híres magyar fizikus körben Eötvös Loránd volt, akinek ugye nem nagyon válik a becsületére ez a viselkedése. Azért is mondtam ezt, mert van egy olyan babona, hogy Konkoli és Eötvös milyen puszipajtások voltak, hát ilyen puszipajtások voltak. Konkoli aztán egy nagyon éles hangú levélbe válaszolt is neki, de attól kezdve magyarul nem publikált, hanem az ógyalai csillagvizsgáló saját pénzén kiadott német nyelvű kiadványaiba, és a nemzetközi szakfolyóiratakba, Lasson és a Nachrichtenbe például közölte az észleléseit. Az 1900-as évek elejétől azután egyes érdekes napfoltokról, napjelenségekről írt szép kis cikkeket, ismeretterjesztő cikkeket az Időjárás című folyóiratba, és ebben mindenütt beírja, hogy akinek otthon van egy kis két-három hüvelykes távcsöve, az próbáljon foglalkozni a napfoltok észlelésével, mert bizony azzal nem csak saját magát szórakoztatja, hanem a tudománynak is nagy hasznára lesz, hiszen a nap tevékenység változása, ugye időjárásra, földmágnességre, földi áramokra nagy hatással van. Ő nagyon propagálta a napészlelést. Konkoli elkötelezett híve volt a csillagászati fényképezésnek, úgyhogy 1880-as évek végén már tervezett egy kis asztroheliográfot, tehát csillag, napfényképező kamerát. Ez nem vált be, de 1908-ban egy nagyon szép nagy kamerát épített, napfotografáló kamerát épített, és attól kezdve nem csak rajzolták, hanem fényképezték is a napot ógyallán. A több száz napfényképet azután ezeknek a földolgozása elég lassú, egy általa tervezett és épített
napfénykép kimérő komparátorral értékelték ki. Hát ezek a napészlelések, vagy napfényképek, amiket Konkoli csillagvizsgálójában 1908-tól 18-ig készítettek, ezek Szőrény szálán eltűntek, és ez nem a cseh kormányzatnak a bűne, akik ugye úgy alatt megszállták, hanem a magyaroké, mert itt Magyarországon vesztek el. A naprajzok megvannak mind, most Debrecenben láthatók, illetőleg ott dolgoznak, még most is dolgoznak rajtuk. Nagy napfényképek az 1900-es évek közepén Szőrény szálán eltűntek, kidobták őket, minek az. Ez a műszere 13,5 centis objektív átmérőjű volt, és hát láttuk is az egyik részletét, a fényképező kamerát. Ez a műszer olyan jól sikerült, hogy ma is a Debreceni Napobszervatóriumban használatban van, mint a nagyobbik napfényképező távcsőnek a követő berendezése, és ezzel készülnek a naprajzok. A Konkoli csillagvizsgálónak a napkutatásával szinte párhuzamosan indult meg Kalocsán a napészlelés, amelynek a hírnevét Fényi Gyula tette Európába ismerté, olyannyira ismerté, hogy tulajdonképpen azt is mondhatjuk némi túlzással, hogy csillagász körökbe, elsősorban napfizikus körökbe Magyarországról elsősorban Kalocsa neve volt ismeretes. Ja, van ott olyan Budapest nevű város is, de Kalocsa ott észlelik a napot igazán. Tényleg a protuberancia megfigyeléseknek azt lehet mondani, hogy egy-két évtizedig Kalocsa volt a fővárosa. A kalocsai csillagvizsgálat 1877-78-ban Hajnald Bíboros, aki maga is egy amatőr csillagász volt, Hajnald Bíboros alapította. A már említett Karl Braun rendezte be, hogy német csillagász volt, akit ide hívtak. Braun mindenféle műszert megrendelt, amit csak az akkori csillagászati észlelésekhez használtak, és többek között egy Browning-féle protuberancia spektroszkópot. Ez a protuberancia spektroszkóp azonban merőben különbözik az eredeti Browning gyártmánytól. Tudnélik, Braun Károly, Karl Braun, az mindenen javítani akart, és itt is addig kukacoskodott, még ezt a csavart máshova, azt a beállított másképp kell csinálni. Szóval egy egészen egyedi példány lett belőle. Ez is megvan egyébként, és ez is látható Debrecenben. De ő maga egyébként ezekkel a kitűnő eszközökkel nem figyelt meg különösebben. Az igazi napmegfigyelési programot az utóda Hüninger Adolf dolgozta ki. Hüninger Páter volt, aki a nagyobbik 18 cm-es távcsővet a nap protuberancia észleléseire, a kisebbik 11 centis távcsövet pedig a napfoltok rajzolására használta. Hüninger azonban rövid ideig, betegsége miatt rövid ideig volt csak a csillagvizsgáló élén, a helyét Páter Fényi Gyula váltotta föl, aki 1885-től 1913-ig vezette a csillagvizsgálót, de még a nyugdíjazása után is észlelt. Fényi Gyula volt talán minden időknek a legszorgosabb protuberancia észlelője. Hogy mennyire szorgalmas volt, talán jellemző néhány szám. A munkásságának a 32 éve alatt, amit főleg napkutatásra szánt, 4929 megfigyelési napot gyűjtött össze. Hát ugye csak akkor figyelhetett, amikor derült volt az ég. Tehát 32 év alatt 4929 megfigyelési napon 24668 protuberanciát regisztrált. És ezeket rajzva is megörökítette. No, a kalocsaiakról
Itt kalocsai naprajzot látunk. Ez azért van körbe kivágva, mert valakik valamilyen technikai okból a négyszögletes észlelési űrlapból a napkorongot kivágták, úgyhogy így lehetett csak beszkennelni. Ez pedig Fényi Gyulának néhány protuberancia rajza. Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy a legmodernebb fényképezés spektroheliográfoknak az alkalmazásáig a Fényi Gyula-féle rajzok adják vissza a legtökéletesebben a protuberanciák finom szerkezetét, és Fényi nem átalt néha egy-egy protuberanciát órákon át figyelni, a mozgását lemérni, minden kis finom szálacskát gondosan rajzban megörökített, mérte a protuberanciák mozgási sebességét, sőt, mérte a közeledési távolodási, tehát a radiális sebességét is. Úgyhogy az asszisztense följezte róla, hogy nyári napokon például 12 órákat ült az okulár mellett, és totál tönkretette szegény aztán a szemét ezzel. Úgyhogy 1917 után már nem tudta folytatni. A kalocsai napfolt észlelések 1919-ig folytak még. Fényiféle nap észlelések azonban ennél sokkal többre terjedtek ki. Például rendszeresen észlelte, hogyha nem volt sok protuberancia és volt egy kis szabad ideje föllélegezni, akkor csak úgy szórakozásból például a napfoltok színképét vizsgálta, és a színképnek az eltorzulását, ami részben a napfoltoknak a forgó mozgásában, részben pedig a napfoltoknak a mágneses tere következtében lép föl, és ilyen módon volt az első a világon, aki 1908. augusztus 8-án először figyelt meg spektroszkóppal egy napkitörést, egy flért, és egy napfoltnak a területén, és lemérte annak az mozgási sebességét, megállapítva, hogy a flérekben, a kitörésekben a gázmozgás hihetetlenül gyors, még a protuberanciákat is felülmúlja. Érdekes módon, bár ezt ő német nyelven több helyen is leírta, azért valahogy ez nem került a köztudatba, úgyhogy Hélt meg Délandét tartják a spektroszkópikus flér megfigyelés előfutárjainak, de hát Fényi ezzel évekkel megelőzte a francia és angol csillagászokat, és mondom, ezt idegen nyelven is közölte. Különben te érdekességként megjegyzem, hogy Fényi Gyula volt a 19. század végén, 20. század elején a legtöbbet idézett magyar csillagász, már tudni, a külföldi szakirodalomban. Nagyon sokszor az is előfordult, hogy Fényi írt egy szakcikket, mondjuk az Astronomische Nachrichtenbe. Ezt a cikket átvette kicsit népszerűvé pofozott formába és leegyszerűsítve átvette mondjuk a Sirius című lap, amiből viszont átvette egyik-másik angol csillagászati folyóirat, illetve amatőr folyóirat. Tehát volt olyan cikke, ami 4-5 nyelven is megjelent, anélkül, hogy ő lefordította volna, ő csak németül közölte. Egyébként Fényinek ezek a naprajzai azért érdekesek, mert ezek nem magyar könyvben jelentek meg, hanem egy Sir Robert Weil nevű angol csillagásznak az amatőr csillagászok számára készült kézikönyvébe közölte, mint a vizuális protuberancia megfigyeléseknek a mintaképét. Tehát ez is ugye mutatja Fényinek a hírnevét. Ja, bocsánat. A Fényiék is észlelték a egyes nagyobb napfoltokat. Ezt a spektroheloszkop típust, ez ugyan a szombathelyi Gotthard csillagvizsgáló, de ugyanilyen spektroheloszkop volt a kalocsai csillagvizsgálóba. Ennek az az óriási előnye, hogy semmiféle szűrő nem kell hozzá, hanem fehér fény, tehát a saját fényében látom a napot, mert fénysarkítással oltja ki a napfénynek az erejét, 4 tükörrel visszaverődő fénysugárral oltja ki. Én magam is észleltem ezzel a típussal, gyönyörű szép napfolt rajzokat. Szóval a fóliás
nap észlelés az nulla ezeknek a képéhez képest. Csak hát körülbelül ez annyiba kerül, manapság is kapható egyébként Németországban, körülbelül annyiba kerül, mint egy 8-10 centis távcső. Igaz, hogy egy másfajta okulása olcsóbb, napokulása olcsóbb. Na kérem szépen, Fényi rendszeresen közzétette a kalocsai csillagvizsgáló publikációiban, közleményeiben németül és magyarul a protuberancia észleléseket, itt a napi észleléseket látjuk, minden sor ugye a napnak a peremét kiterítve mutatja be, minden sor egy napnak a protuberancia termését jelenti, ez csak egy kicsi szelet a észlelések, most tessék elképzelni, hogy oldalak százait töltik meg a Fényi-féle protuberancia rajzok. Nem is lehet csodálni egyébként, hogy számos tudós azután az elméleti, a külföldi tudós az elméleti eredményeit nem kis mértékben erre építette. Na, itt egyébként hadd említsem meg például, hogy azért tényleg nem volt túl az, amikor azt mondtam, hogy a napészlelés nagy hatalmai közé tartoztunk. A Wolfer, Wolfnak az utóda Zürichbe, azt írja egy cikkébe az 1800-as évek végén, hogy az évente közölt napi napfoltszám adatok, tehát a évi napfolttáblázatoknak egy negyed része az ógyalai csillagvizsgáló észleléseiből ered. Akkor már a világ 10-14 obszervatóriumába küldték Zürichbe a észleléseket, és hát maguk is észlelték, de az észleléseknek az egynegyedét ógyaláról dolgozták fel. A Fényivel kapcsolatban pedig azt kell tudnunk, hogy amikor a napfoltok, vagy a protuberanciák mozgássebességen a törvényeit vizsgálták, egy Petit nevű francia-amerikai csillagász, akkor a mozgássebességeknek a feldolgozásánál az adatoknak az egyharmad része az fényméréséből ered, holott akkor már működtek mind a nagy amerikai obszervatóriumok. Én tulajdonképpen ezzel befejezném, mert 1919-20 egy határvonalat jelent sajnos a magyar napkutatás történetébe. Ugye Ógyaláról 1919-ben elmenekítették a legfontosabb műszereket és segédberendezéseket, azért maradt ott elég műszer, hiszen Ógyalán 1910-es években már 13 kupola és két letolható tetejű távcsőfedőbódé volt, tehát ennyi műszerrel dolgoztam, ennyi műszer volt ott, és három csillagász volt ennyi műszerhez. És abból három legnagyobb műszert átmenekítették Magyarországra, de a nap megfigyelő és napfotografáló távcsöveket nem mentették át. Mondjuk jó indulata azt lehet mondani, hogy igen, olyan kapkodva kellett leszerelni, vagonba rakni és gyorsan-gyorsan elmenekíteni a cselégiósok elől a műszereket, hogy csak erre a három műszerre futotta. Azonban egy kicsit utána nézünk lélektanilag, meg egy-egy megnyilvánulásra cikkre, akkor tudnunk kell azt, hogy a napmegfigyelés az Konkoli halála után nyíltan egy nem kedves témává vált. Macerás, munkával jár, a kiértékelése az hosszadalmas, szóval a Konkoli utódai és örökösei nem szerették a napészleléseket. És azt hiszem, ha nem is tudatosan, de tudat alatt inkább maradjanak a napészlelő műszerek. Ógyalán legyen a cseheké, legyen nekik is ott valami, mi nem hozzuk haza. Mondom, ez nem céltudatos károkozás volt, hanem inkább egy véletleni dolog. Tény, hogy 1920-tól 1948-ig Magyarországon érdemi napészlelés nem történt. 1948-ban aztán egy robbanásszerű változás áll be, egyrészt Dezső Loránd professzor először a Schwab-hegyen megkezdte megint a napészlelést, akkor kezdtek a magyar amatőr csillagászok is foglalkozni, és amiről senki nem tud, és sajnos most már én sem tudok róla, 1947-től 80-ig Berkes Zoltán
doktor a Meteorológiai Intézetben egy gyönyörű 8 centis távcsővel minden derült nap lerajzolta, vagy lerajzoltatta a napot. Tehát ott is hozzávetőleg egy óriási mennyiségű napészlelésnek kellene lenni, napfoltészlelésnek, hogy hol van, fogalmunk sincs. Állítólag, mikor Berkes nyugalomba vonult és meghalt, akkor a napészleléseket az utódai elvitték. Hogy aztán azzal befűtöttek-e, vagy WC-papírnak, az ahhoz kemény. De a lényeg az, hogy ezek nincsenek, pedig egy olyan űrt töltene be, aminek a Debreceni Napfizikai Obszervatórium örülne. No, befejezésül annyit, hogy Debrecenbe, de a Dezső Lóránt Budapesten kezdte meg a szervezését, mint a Schwab-hegyi csillagvizsgáló második osztálya a napkutatást. Az ő programja először a napfoltok területének a vizsgálata volt, aztán részben gyakorlati, részben nagyon is személyes okokból az egész napészlelő részleg áttelepült Debrecenbe, a Debreceni Egyetem botanikus kertjébe, de a Tudományos Akadémia felügyelete alá. Hát ez a Debreceni Napobszervatórium, ebbe a kupolába van egyébként a egyik naptávcső, a másik pedig ott látjuk kinyúlni, itt rögtön látunk is róla képet. Ez a napfotografáló távcső, ezt a távcsőt még Konkuli Kegye építette 1882-ben, ez volt a legnagyobb távcsőre, és itt van a fotoheliográf, amit szintén ő épített, Dezső professzor összeszerelte a két műszert. Hát látszik, hogy Konkuli úgy megépítette Anna Dacoma a távcsőveit 1800-as évek végén, hogy 1990-ben még mindig használhatók voltak. Ez egy már egy modern műszer, egy 50 cm-es nyílású, úgynevezett koronográf. Ez a koronográf típus arról nevezetes, hogy a koronán kívül minden mást lehet vele észlelni. Nem tudom, miért hívják koronográfnak, de hát ezt a nevet adták neki. Nem a debreceniek, hanem a gyártó cég. Ennek 18 méter a eredő fókusza, és egy színben monokromatikusan hidrogén alfa fényben használják például a napkitöréseknek, színképének az észlelésére. Na, ez egy debreceni napfotó, amit a modernizált napfotókamerával csináltak. Hát ez éppen minimumba készült kép, úgyhogy csak itt látunk egy kis napfoltot. Azért is letitem lenne, ez egy profi távcsővel, profi csillagászok által készített kép. Hát, hogyha itt egyik-másik napfotósunk megnézi, azt mondja, hogy az övé se rosszabb, ha kisebb távcsővel is, és nem kap érte fizetést, hanem ő fizet érte, hogy csinálhassa, akkor az a büszke lehet rá. Szóval inkább egy kis amatőr biztatás. Hát ez viszont már egy nagy felbontású napfoltkép, amit a Debreceni Obszervatóriumban készítettek. Hát mondjuk ez már azért látható minőségi fotó. És visszajutottunk Sejner Páterig. Befejezésül csak annyit, hogy ma tulajdonképpen három vonulata van a napészleléseknek Magyarországon. Az egyik a debreceni hivatásos napmegfigyelés, aminek van egy fiók állomása is. A másik a mi amatőr megfigyeléseink, amiket jó volna mennél jobban egységesíteni, és mennél szélesebb körbe ismertté tenni. És a harmadik ugyancsak mondjuk Debrecenben megy, és most már itt is megy, ez a nap monokromatikus megfigyelése, aminek nagyon szép jövője van, hogyha egy kicsit még tovább fejlesztjük nemzetközi szinten, és a nagy nemzetközi adatgyűjtő központoknak az igénye szerint is meg fogja állni a helyét. De hát ez majd egy másik előadás lesz, és most elnézést kérek a következő előadót, hogy ennyit beszéltem, de hát látjuk, hogy ezt a rövid fél évszázadot is milyen soká lehetett tárgyalni. Köszönöm szépen, és itt én még kiterítek két képet, aki így majd idejön, az megnézheti. Ez az egyik a Konkoli Tege rajza, a nap és a protuberanciák együtt. Ez pedig a kalocsaiaknak az első protuberancia adatokat közlő cikke, a másik meg napfoltokról szóló
könyve, és ezzel én tisztelettel átadom a szót. Ne haragudj, hogy... Akkor köszönjük szépen a nagyon alapos összefoglalót, és hogyha van kérdés, akkor ezt lehet tenni. Hogy a Dezső Lorándnak nem volt a Felvidék és Erdély vissza, Észak-Erdély visszatértek Kolozsvár, Ugyala, Szegeddel kapcsolatban a fizikumiszereket mentett, vagy észre? Nem, az Ugyalai műszerek egy részét 42-ben elvitték Kolozsvárra, de mire felszerelték, megkezdték volna a munkát. Oda került a napfotografáló kamera, meg a 25 centis sávcső, de mire megkezdték volna a munkát, addigra a románok visszafoglalták Kolozsvárt, és nagy szerencse, hogy 48-ban, tehát már a román megszállás után sikerült a magyar műszereket visszamenteni Magyarországra. Egyébként ez a szerencsétlen Ugyalai felszerelés, ez egy ilyen vándor felszerelés, mert Ugyaláról Budapestre, Budapestről Kolozsvárra, Kolozsvárról vissza Budapestre, Budapestről Debrecenbe. Ugyalában a hely, de kipalájában most egy Kolozsvárban. Igen, az ugyanaz, mint az a hosszú távcső. Zöld színbe méri a... Figyelj, zöldben azért koronográf, mert a belső koronát és a Thomas Rollát látom.